Good evening. Good evening, but I don't speak English. I know to say in English, I don't speak English, it is a contradiction. This contradiction is my job. Yes. Now are coming the numbered sentences from the lives of the family Esterházy. The translator is Judy Szőlősi. Number one. Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Number two. Szöveget marcon a barokk főúrral indítani, jó. Ilyenkor valami zsibongó bizsergés bizsergeti az ember melkasát, előre köszönnek neki a személyi számítógépek, a szakácsa pedig, mert mérte volna szakácsa, kinek is, meglepetésül bárányfarkat, lamb's tail, ad föl rántva, ami olyan, mint a borjuláb, csak még finomabb, mert remegőbb, törékenyebb, édesapám-e marcon a barokk főúr, kinek gyakran állt módjában és kötelességében pillantását Lipót császárra emelhetni, pillantását Lipót császárra emelte, arcára komolyságot vett, bár csillogó, hunyorgó szeme, mint mindig. Elárultas mondotta, kutya nehéz felség úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot, azzal fölpattant zöld fikár nevű pejére, és elvágtatott az érzékeny 17. századi táj leírásba. Number three. Édesapám, vélhetően édesapám volt az, aki kabátja alatt a festőpalettával visszament a múzeumba, visszaosont, hogy az ott függő képeit kijavítsa, de legalábbis javításokat eszközöljön rajta. Number four. Rémlik, törte apám hosszan és mindhiába a fejét, hogy a legszentebb dolog mégis az, amire nem emlékezünk. Number 15. Apám 50 fillérért megevett egy legyet, egy forintért le lehetett fényképezni a tetemet a nyelvén, 5 forintért és egy almáért, starking, ketté harapott egy egeret. Soha nem hozott egérrel dolgozott, maga fogta. 16. Édesapám, ezt tényleg lehet tekinteni, böcsülte Haydnt. Úgy emberileg, mint művészileg. Több ízben invitálta őt saját asztalához ebédelni, ám ha vendégek jöttek, akkor Haydnnek, ahogy nekünk gyermekeknek, valamelyik oldalszobában terítettek. Egy alkalommal két ilyen előkelő angol lord látogatott hozzánk, már messziről érződött finom idegen parfümjük, Nelson admirális útját készítették elő, és alig, hogy helyet foglaltak az asztalnál, Haydn holléte felől tudakozódtak. Haydn ma otthon étkezik, hazudta szemrebben és nélkül apám. De a rajongó angolok annyira szívták magukat, hogy egy asztalnál ülhessenek ezzel a Haydnnel. Apám mit tehetett egyebet? Fogcsikorgatva előrángatta a mellékszobából Józsefet, és a legkecsesebb mosolya egyikével az asztalához ültette. A hülye angolok boldogan vityorogtak, Haydnt hidegen hagyta a dolog. Apám hirtelen ötlettel, bosszúból, a vacsorára szánt mustáros vesét adatta föl, amely egy köszvényesnek, mint amilyen Haydn mondhatni, halálos. Hát persze nem szó szerint. Így végül is mindenki elégedetten eszegetett. A mondás szerint a cselédségnek reumája van, az úrnak köszvénye. Ez is bizonyíték, hogy jól bántunk Haydnnel. Útközben édesapám egy kuruc csapattal találkozott. Megkérdik tőle a katonák, mi vagy, kuruce vagy labanc? Az én jámbor apám nem tudta, kikkel áll szemben, és azt mondta nekik, labanc. Erre a kurucok jól elverték. Ment tovább az apám, és most egy csapat labanccal találkozott. Kérdezik, emezek is, mi vagy, kuruce vagy labanc? Édesapám most sem tudta, kivel áll szemben, és azt sem tudta, ki az, aki azokkal áll szemben, akikről ő apám nem tudja, hogy kik. Ám eszébe jutott az előbbi csapatát, azt mondta kuruc. Erre a labancok is jól elverték. Aztán végül elengedték az útjára, hogy tovább ment meg, találkozott egy csapat kuruccal. De erre már az apám még az adjonisten előtt így szólt. Ne is kérdezzetek, csak üssetek. Így is lett.
Apám a szép gróf magányosan vágtat zöld fikár lován, az érzékeny 17. századi etc. etc. Peter, let me begin by asking the name Esterházy conjures a wealth of illustrious historical associations from Count Nicholas, whom we've mentioned as the patron of Haydn, to Moritz Esterházy, who, your grandfather, who was briefly in the government in 1917. Can you tell us what it was like to be a member of such a distinguished aristocratic family in post-war state socialist Hungary? Van egy rövid válaszom. I have a short answer. Rövid válasz az, hogy suboptimális. It was suboptimal. Suboptimal. Ugye egy gyereknek mások a szempontjai. Of course, a child's viewpoints are different. Én amikor egy éves voltam, akkor a családot kitelepítették Budapestről. When I was a year old, we were dispossessed from our home in Budapest and sent to the countryside. Ez tulajdonképpen deportálás volt. This was a kind of deportation. De nem kellett meghalni a végén. But we weren't killed at the end. Csak elvették az embernek mindenét. They simply took everything we had. Most ugye az én családomnak elég sok mindene volt, tehát sok mindent lehetett elvenni. Of course, my family had quite a few things, so there was a lot to be taken away. Tehát úgy mondanám, hogy körülbelül olyan volt a család, mint a Rockefeller és a Rothschild együtt. It was, the family was something like a combination of the Rockefellers with the Rothschilds. Ja, és George Soros. And George Soros, in addition. Na most ez minden elment. Now, all of this was gone. Én ebbe a semmibe születtem bele. And I was born into this nothing. De mondjuk az írói szempontból ez nagyon termékeny dolog volt. On the other hand, from the viewpoint of a writer, this was a very fertilizing circumstance. Ha ugye nem vették volna el ezeket a birtokokat, akkor hát akkor én most nem ülnék itt. If they had not taken these properties away, I guess I wouldn't be sitting here. Akkor nyilván otthon ülnék, és a feleségemnek arról panaszkodnék, hogy milyen rossz a cselédség. I would be sitting at home, and I guess I'd be complaining to my wife about how the servants are inadequate. De azért ez nem volt mulatságos dolog. On the other hand, this was no joke. De ez a szüleimnek nem volt az. But primarily it was no joke for my parents. Az én életemet azt nem fordította ki a sarkaiból. My own life had not been turned out of its own corners as theirs had been. A szüleim életét kiforgatta. Their life was turned upside down. De ez azért ez nem egy különleges helyzet. Én azt szoktam mondani, hogy a diktatúra az két fajta embernek tett rosszat. This was not an extraordinary circumstance. I often said that dictatorship harms two kinds of people. Egyrészt, akik arisztokraták voltak. On the one hand, aristocrats, former aristocrats. És akik nem voltak arisztokraták. And those who had not been aristocrats. Ezt hívják totalitárius rendszer. That's why it's called a totalitarian regime.